Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiváló minőségű magyar halakkal készülnek a karácsonyi szezonra a hazai termelők. Az ünnepi kínálat sztárja ebben az évben is a pont lesz, amely még mindig a magyarok kedvenc halfajának számít. Derült ki egy a hét elején a témában tartott sajtótájékoztatón. Az is elhangzott, hogy a múlt évi súlyos aszály után idén kegyesebb volt az időjárás a hazai halászati ágazathoz. A sok csapadék megfelelő feltételeket teremtett a sikeres termeléshez, az ágazat szereplői üzenvízszintig fel tudták tölteni a halastavakat, ennek köszönhetően megfelelő életfeltételeket tudtak biztosítani a halak számára. A takarmányárak csökkenése is pozitívan hatott a termelés költségeinek mérséklésére. Így a karácsonyi halára a tavalyihoz képest alacsonyabb szintre kerülhet az idén. Az élőpont kilójáért 1790 és 2300 forintos árat kérhetnek majd el míg az élő harcsára 4000 forint körül fog mozogni. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is széles kínálatból válogathatnak a vásárlók. Az élő halak mellett feldolgozott formában patkófilé, csont belsőség is megtalálható lesz a magyar halárusoknál megindult a roham a fenyőfákért. Egyes felmérések szerint magyarok jelentős része inkább az olcsóbb és tartósabb megoldások felé fordul. Az áruházak legtöbbje szerint a műfenyők nem drágultak számottevően a tavalyi szezonhoz képest. Az egyik legnagyobb hazai webshop elárulta, jellemzően 10-20 ezer forintot költenek a vásárlók egy-egy műfenyőre. Azonban nem áll meg a drágulás 2023-ban sem. A fenyőárosoknál, mint a pénzcentrum beszámolt róla, ebben az évben a normand fenyőfák méterára 9-10 ezer forint között mozog majd, míg az ezüst és tuc fenyők esetében 5-6 ezer, illetve 3-4 ezer forinttal kell kalkulálnunk méterenként. Az elszálló árak miatt egy Egyre többen gondolják úgy, hogy egyre drágább fenyőfa helyett egy műfenyőt állítanak karácsonykor. Egy korábbi felmérés szerint a kutatásban a résztvevők közel fele 47%-a mondta azt, hogy műfenyőt választ idén karácsonyfának, és csak 35% ragaszkodott az igazihoz.